Ott folytatta azon a magas szinten a KSC Szekszárda játékot, ahogy pár nappal a Sopron elleni nagy rangadón abbahagyta. Üste hajtotta, hibázással készítette a spanyol tabella második Gernikát az Európa Kupa 8-at döntőjének visszavágó mérkőzését. Uralta is a csapat a palánk alatti területet, a McCall Krinic kettősnek nem volt alternatívája a spanyoloknál magas posztokon, és kisebb fajta csodával ért fel, hogy a második negyed közepére már ledolgozták a fehérmezesek a Spanyolországban az első mérkőzésen összeszedett 18 pontos hátrányukat. Jól kezdtünk, utána ők beálltak a zónában, és azóta megálltunk, és nem találtunk a mi játékukat. Nem találok szavakat, amíg tudok megmagyarázni ezt, amit történt a pályán. A harmadik negyedbe, leütve ezzel bizony a közönséget, a spanyolok teljesen rá tudták kényszeríteni akaratukat ellenfelükre. Három a csapatot mozgató kisember, Bitvik, Vojta, Milic olyan sebességgel kezdett el játszani, és a távoli dobóhelyzeteiket megint több mint 60%-osan értékesíteni, ami káprázat nem lehetett és nem is volt válasza erre a KSC-nek. Fordította Gernika. És a szexuális csapat becsületére legyen mondva, az utolsó negyedben Erika McCall főszereplésével gyógyírként a kiesésre 79-75-re meg tudták nyerni a meccset egy igen komoly játékerőt képviselő külföldi csapat ellen.